Állja, tegnap nyomtunk egy pár kör BR-t. Na. Az utolsó körünk elég undorítóra sikerült, maradjunk annyiban. Akkor mégse lett olyan szar? Hát figyelj, szerintem mázlink volt, mert nálam volt 6 kill, vagy mennyi, Skynál nem tudom, hogy hogy volt. Mert ugye az utolsó előtti szűkörésnél úgy megbasztunk egy csapatot precivel, azon mondjuk visítva röhögtünk. Hát arra még azt merem mondani, hogy aránylag használható kör volt, de alapvetően kurva sok olyan játékossal összefutottunk, aki... Nem gondolom, hogy nem használt volna valami okosságot, úgyhogy... Hát esetleg majd azért kéne megnézni, a Rebirth-ot kéne megnézni, mert állítólag ott nagyon kevesen vannak. Ja, az engem is érdekelne. Úgyhogy... Hát maximum annyira izgat csak a játék, hogy a Battle Pass-t kihúzzuk, de azt még Plunderbe is ki lehet, szóval. Na, akkor kérnék egy haszányos kódot. 0690. Ja, igen. Már ott az a másik. 537. Kába. 537, igen. 879. Még egyszer mi volt? 537. Igen. 879. Király. Na, én egyedül ezt a parabolikus Anal Intruder 2000-re tudom hozzáadni a közöshöz, mert az maradt meg. Jó, tudtad, szerintem ne is vigyünk amúgy, mert tök fölösleges. Hát ugye ilyen alapokat kéne vinni, mint gyertya, lámpa, füstölő, öngyújtó, tudod, só. Bors. Azaz. Koriander. Hát most megint kurva sok pénzem van, bazd meg, de most már farmolni kéne valahogy. Addig nézek valami magunk. Ó, bazd meg. Hát ez nem lesz szép. Jó, ne hozzunk sok cuccot, mert tudunk menni a prisonba, meg a suliba. Ajaj. Így geci. Álljunk a suliba. Jó, bazd meg. A prison az geci nagy. Mondjuk egyik se jobb a másiknál, mert mind a kettőt azt írja, hogy megmagyarázhatatlan halálok miatt zárták be. Ezt már szeretem. De nem áll. Mind a két térképen voltunk már, és mind a kettő gusztustalan, szóval... Uh-huh. Ah. Mindegyik olyan. És meg fogunk baszódni mind a kettőbe, szóval... Nem baj az. Van 3 zseblámpánk, az nagyon jó. UV-ból elég egy. Kamera van. Fényképezőnk van. Könyv, spirit box van. Jó, én még azért veszek öngyújtót a mezitlábas fecskéhez. Egy gyertyát, meg egy füstölő. Hozzak feszületet? Vegyek egyet? Veszek. Ja, vegyek. Mindegy, vegyetek akkor. Akkor veszek azt helyett tót. Veszek egy könyvet is. Azt nem kell, az van. Az van? Könyvünk van egy, igen, azból elég egy. Jó van. Öngyújtó, gyertya, só, füstölő. Hol a feszület? Azt nem látom. Az is itt van valahol a shopba. Elvileg az UV lámpa alatt van. Majdnem legfelül. Ha minden igaz. MF mérőnk van? Van egy. Jó van. Ja, itt van feszület, látom. Oké.
MF mérő van, feszület. Hozzáad. Oké. Baszd meg! Tálat! Édes Istenem! Jó, nem? Ja, geci. Hát figyelj, akkor legyen faszunk, akkor megyünk a börtönbe, kész. Úristen, jó. Ja, nekem is alakot kéne váltanom. Hozom a fek a dohányzadő kis csajt. Jó. Aztán... Hát, ha most szerencsét hoz, mondjuk eddig mindig megbaszódott, de... Hát, ha most nem fog. Ott van. Egy pillanat, bejött egy darázs. Azt kikergetem. Az anyáma! Ki ez a Michael Jordan? Ó, gyerekek! Ez a mi napunk lesz. Jó. Akkor zsa. Zsa neki. Na, kulcsot már elrakted, Sunyi, ne látom. Még be sem töltöttem, baszki. Ja. Vigyázzál oda. Na majd. Hopp, hopp, hopp. Tékkel seggel fölszívta, azt a kurva élet. Na. Oho, enyém a show. Instantly. Egy lámpával. És le kell fotózni. Azt is vállalom. Fényképezőt elraktam. Vagy kell? Á, csak ide mielőtt még rá nem ragasztok valamit a büdös testedre? Na már megint a testemre akarsz valamit azért ragasztani. Hát kobázd meg, viszem a feszületet. Bár tök mindegy, mert úgyis megbaszott feszülettel is tegnap. Show, azt a kurva, kell, azt a... Ah, már van nálam, azt a nevet nézd meg, geci. A büdös bevándorló, ez megint meg fog baszni minket. Sandra Garcia. Sandra Garcia. Somior punci. Geci. Elvileg mindenkinek válaszol, az nem jó. Elmefünk van? Erre itt van nálam. Jó, oké. Okay. Azért tegnap azok három kísértetet, hogy eltaláltam, bal? Ja. A mondjuk kurva bonyolult volt, akint egy sorba írtuk be a bizonyítékokat, és magától megmondta a játék, hogy... Na mindegy, de nagyon... Nagyon OP volt elhozva. De nem bazd meg, mert valamelyiknél volt három verzió. Tehát három lehetőség volt. És amúgy az emeleten lesz a generátor. Új, de kurva jó. Jöjj össze a lépcsőn, és akkor a lépcsővel szembeni helyiség be kell bekígyózni. Kurva jó lesz. Na, Sandra Garcia, ezt kell megjegyezni. Meg kell találni, akkor le kell szólni nekik a sót, hát a fölszívja az is Ánusz Rózsával, ahogy poszta a kulcsot. Elmef aktivitás kell, meg fotó a Pornhubra a szellemről. Mi? Ja, jó. Remélem, ez is olyan lesz, mint a tegnapi, amelyik Sky-nak a pizsamája volt, tudod, a körből a kicsaj. Ez meg fog minket baszni. Már most mondom. Na, csapassuk. Ó, jaj.
Babi néni. Csókolom. Áthoztuk az Audit-e! Na-na. Hello? Megszomja, aztán iszok egy kis vizet. De? Én aztán iszok abba a halakbasznak. Ez így van. Agyjál, ez az lehet, hogy már pálinka. Ó, az jöhet. Na, és lőn világosság. Megvan a lépcső. Ó, kihallgató! Ho-ho-ho! Funk nincs. Kautató is van díj. A bilincs, gyere csak hozta, próbál csak fel. Nem. Lehet, hogy pont a méreted. Nem, nem. Nem, nem. Hátsó udva. Aha. YOLO. Azt mondja, lezárt terület, stop. De hogy stop, hülye vagy. Majd én azt tudom. Kár, hogy az Outlast-ot nem lehet így játszani, amúgy. Igen. Hú, az a játék, a hagyjál békén a faszomba, geci. Nem. Azt tudod, hogy hogy lehetne para VR-ba bazd meg? Na, ahogy. De nem az egy, hanem a kettő. Igen. Én csak az egyen játszottam, de kiakadtam a végén. Te lehet, hogy itt van Sky-nak az aktája is. Nézzük csak meg. Nézzük. Lék. Ha kecskefej van rajta, akkor igen. Lépcső lefele. Oh! Halló? Nincs áram. Mutasd magad, te mexikói bevándorló. Várjál, mert valahol itt kéne lenni. Már hol volt a lépcső? Elvileg ez mögött, a fal mögött lenne a generátor valahol, ha minden igaz. Vagy az a középső lépcső volt? Az is lehet, bazd meg. Szerintem a középső lépcső, igen. Visszakapcsoltam. Jó. Király. Elvileg. Gyakorlatilag is. Jó. Itt van a börtönöknél. Mi ez? Sandra Garcia, Sopole Boré. Eddig a budiban nincs lámpa, mi a fasz? Ja van. Mit megnézem a csapat. Megnézem mind a két mosdót, hát ha beledörzsölt a valagát. De hát nem. Nem hiszem, hogy fürdik. A koszos vizet nézzük ilyenkor, hát ha. Tudom. Mondjuk volt olyan szellem, aki magától engedte a koszos vizet. Lámpa végre. De ebből a szobában nincsen lámpa kapcsoló. Valamit hallottam. De úgyis, csak... Ne! Beütött a talajlazítós pálinkát, bazd meg. Lejöhetnétek amúgy. Most, hogy mondod, valamit kihagytam a kocsiba, mindjárt jövök. Jó van. Lementél a földszintre? Aha. Jó van, megmentelek, geci, megint. És megint lekapcsoltam a villanyt, ez a... Nem. Szutyó. Ó, itt van Funk. Ó, jövök. Ó, Funk. Mivel dumálok a Spirit Boxba? A V-vel? Igen. De a Spirit Box is csak úgy működik elvileg, ha le van kapcsolva a villany. Sandra Garcia! Utasd magad!
Phantom Garfield, mutasd magad! Iiii, kocsám! Ez a cella pont rád van méretezve. MF-en még nem volt semmi? Semmi az égvilágon. Sandra Garcia, mutasd magad! Nincs válasz. Sandra Garcia! Sandra! Sandra Garcia! Hol vagy? Hoztám, lehet most kéne bedobnod az aranyköpést, amit a szellemek többsége szeret, tudod? Aha, aha, nyomjam? Nyomjad, nyomjad. Nyomjad. Sandra Garcia, leave or die! Nem erre gondoltam, te hülye. Ja? Sandra Garcia, do you speak cigánszki? Azaz! Sandra Garcia! Nincs válasz. Húzlodok, az a baj, hogy ez egy közepes méretű map, és az is geci nagy, amúgy. Húha, itt nagyon sötét van. Hello darkness, my old friend. Azaz. És van bent kamera, ami nem működik, de legalább van. Megint lenyomta a generátort amúgy. Sandra Garcia, itt vagy? Sandra Garcia, kell neked a kosztának a segge? Itt valaki elejtett a szappant, Kosta, nem akarsz beszélgetni róla amúgy? Kicsúszott. Vagy csak? Honnan? Vagy nem akarod tudni. Feltűnésmentesen fölvenni, nem? Ugoljak bele? Hát... Nem mondjuk el senkinek, na. Haló? Ez a beszélő? Sandra Garcia. Sandra Garcia? Adj egy puszit a papának, Dick! Geci. EA Sport. Vissza megy felkapcsolni a generátort, ha megtalálom a lépcsőt. Halló? Ó, itt van egy biblia. Na, az mindig jó jön. Az lenne parás, ha mondjuk egy ilyen cellába bezárna, amíg menekülni sem tudná. Itt a lépcső. Sandra Garcia, itt vagy? Szia, Lennox. Sandra Garcia. Velünk vagy? Sandra Garcia, itt vagy? Múltkor itt az A blokkban, vagy a B blokkban volt fölül, nem? Amúgy. Jó, találtam egy egérutat. Hello? Ó, hogy nem, már matatot is kilopták, azt a kurva életbe. Na, visszakapcsoltam az áramot. Hát, az buzis. Ja, jó. A villany. Csak gondoltam, szólok. Ijjaj, sikosítók, azt nem érdekel? Mm-mm.
Ó, itt már az ágykeret is föl van borogatva. Az igen. Adj nekünk jelet, te szutyok. Szentre Garcia, adj nekünk jelet, ja? Hogy kéne kapcsolni a printboxot. Szentre Garcia, adj nekünk jelet. Aha, villog. Aha. Baj van. Hármas, hármas MF. Négyes. Azt hiszem engem meg fog baszni. Adj nekünk jelet. Adott. Sandra Garcia, mutasd a picsád. Vigyél el, te kurva! Szerintem rám vadászik. Hát itt villog nálam nagyon négyesen. Nem tudom, hol vagyok. Nekem okay, is villogott az elem lámpám. De nekem az MF mérőm is négyesen volt. Az a baj, hogy azt szerintem csak akkor fogja megadni, hogyha tartósan ötös. Aha. Hát ez inkább tartósan négyes volt, ötös nem. Egyszer ment fel ötösbe. Sandra Garcia. Show me your punci. És nem bazd meg. Your pussy. Itt fent lesz akkor az emeleten, amire én maszkálok. Hát itt nálam az ablók emeleten senki nincsen. Viszont az előbb hallottam az EMF-nek a visítását, szóval... Ó, geci, itt a gratis sótány is van. Igen, itt lesz. Megint itt van. Itt, itt. Meg. Ez lesz az a szoba. Sandra Garcia, adj nekünk jelet. Ad. Gyertek ide hozzám szerintem. Igyekszem. Mutasd a lukat, Dick! Ez se kapcsolt az áramot. Merre vagytok? Én itt a generátornál. Bekapcsolom itt a lámpát. Jó, ott lesz hátul majd. Itt is van bilincs, geci. Azt a kurva. Persze, a villanykapcsoló is itt, ha jó van. De ebben a szobában nem találtam villanykapcsolót. Előtte én most valami... Én most fölmenni hozzátok, bazd meg. Megint kint a folyosón. Sandra Garcia. Aló? Várj, most... Merre vagyok? Kapcsolgatja. Most kapcsolgatja, itt vagyok a vezérlővel. Hogy mi ez? Sandra Garcia. Én most eltévedtem. Valamelyik cellát kinyitotta vagy becsukta. Oké, várj. Merre kell menni? Itt, én itt vagyok az A-blokknak az alján most. Én nem tudom. Én az első emeleten ott, ahol az áramot kell kapcsolni, én ott vagyok. Sandra Garcia. Oda kéne menni, ha olyan te vagy, mert nálam van só, és akkor hát, ha átsétál rajta, akkor már tudjuk nagyjából, hogy hol. Ott a te környékeden ment nagyon a matek. Aha. Igen, igen, már megint. Most kettesen, hármas, négyes, hármas, négyes. Sandra Garcia. Hallom trappolni, nem jó? Sandra Garcia, mutasd magad! Nem jó! Gyere ide! Hú, bazd meg! Na várjál, akkor ide darakok egy köpet sót. Pif! Az oké, okay, de... Gyere egy kicsit! Kettőt le tudok tenni. Bánom. Általában... Általában... Sandra Garcia! Akkor szokott... Adj nekem jelet, ezt a szutyok! Itt szokott keménykedni. Igen? Aha. Várja, fölkapcsoljuk a villanyot, az fölbassz az agyát, akkor ide lerakok még egy köpetet. Aha! Látod? Mondtam! Adj nekünk jelet! Haló?
Akkor még ide a folyosóra elnyomom a harmadik kukacot. Oké. Mutasd magad! Sandra Garcia! A harmadik emberünk merre van? Kosta. Bolyongok. Szerintem kimenekült a kocsiba. Nem a kocsiba vagyok. Biztos is, hogy nem. Hova raktuk a harmadik kupacot? Az itt volt, ugye? A generátorhoz raktad. Ja, itt van. Na. Sandra Garcia, mutasd magad. Itt a kórházi részleg. Adj nekünk jelet! Te bárad! Sandra Garcia, mutasd magad! Sandra Garcia, mutasd a csöcsöd! Sandra Garcia, azt hiszed félünk tőled? Fagyos levegő megvan. Akkor az az első bizonyítékunk, a fagyos levegő. UV-t nem hoztunk, mi? Nem. De van nálam. Ja, akkor van. Sandra Garcia! Megcsumidáznám a munyódat, te szutyó! Haló? Sandra Garcia, adj nekünk jelet. Jaj, otthasó. Nem volt benne. Jó, áram van. Nem akarja lekapcsolni. Hát ezen se akar átsétálni a kurva anyját. Sandra Garcia. EMF az nem ment fölötösre, mi? Nem, inkább csak 4-esig megy. Sandra Garcia, te bűnronda vagy. Húzz vissza Mexikóba. Á, lehet, hogy lábadok. Sandra Garcia, Sandra Garcia. Ezen a részen lesz itt ezen a részen lesz valahol, mert akár egyszer idejövünk, aha, hármas, négyes. Adj nekünk jelet! Te kurva! Sandra Garcia, nem félünk tőle. Sandra Garcia, Sandra... Nincs válasz. Amúgy elméletileg a szellemkönyvbe akkor is tudnak írni, hogyha nem rakod le a földre. Igen. Igen. Pont hajnalban néztem még egy régebbi José streamet. Aha. És ott fogta a kezébe az ember a könyvet, és simán beleírt menet közben. Sandra Garcia. Sandra Garcia, mutasd nekünk jeled. Show me your punci. Sandra Garcia, mutasd magad. Sandra Garcia. Ki vagy te? Szégyellős a lelkem. Nem, majd lefotózom. Tehát le kell bontsam a gépet hozzá. Sandra Garcia? Ó, faszomat. Sandra Garcia, Sandra Garcia. Akciós a csirkefar, hát a Tesco-ba, geci. Sandra Garcia. Most jelenne meg, beszarnék. Sandra Garcia. Mutasd magad. Mutasd magad, ha mered. Sandra Garcia, hol vagy? Hol vagy? Nincs válasz. Sandra Garcia, adj nekünk jelet. Sandra Garcia, adj nekünk jelet. Vagy még egy dologra tudok tippelni, a kórház részleg. Ja, ott voltam bent az előbb. De valaki ledobta ide az EMF-et, az vigye, mert én nem tudom fölvenni. Veszem. Adj nekünk jelet! Te szutyó! Sandra Garcia, adj nekünk jelet! Sandra Garcia, hol vagy? Sandra Garcia, adj nekünk jelet! Sandra Garcia, adj nekünk jelet! Nincs válasz, azt írja.
Sandra Garcia. Sandra Garcia. Te hülye picsa. Rohadjél. Meg a víz is kék. Igen, néztem. 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4. Adj nekünk jelet. Hülye kurva. Sandra Garcia, Sandra Garcia. Sandra Garcia, rohadjál. Sandra Garcia. Most ott viszi a feszületet, egyem a szívedet. Jaja. Muszáj, bazzeg. Még nem is hantózál. Egyszer hallottam csak trappolni amúgy. Menjünk vissza a generátorhoz csak. Nincs áram megint? Aha. És oda tettél sót? Hát nem oda raktam sót, mert vagy ott volt a generátor. Aha. Mert az egyik kupac az itt van. Igen. És itt van bent a generátor. Wow. De akkor és nem ment bele. Nem. Ezt kéne megnézni túlvéve, hát ha ezen az ajtón van valami. Hogy ott a generátor környékén. Tenyérlenyomat. Elég szégyenlős a lelkem. Az. Máskor ilyenkor már 60-szor meg vagyunk baszva. Hát nem jövünk be neki. Várjál, letolom a gatyú. Hátva. Hát ezzel csak elijeszted. De akarjuk vadászni. Sandra Garcia. Sandra Garcia, gyere elő. Hoztunk csokit. Sandra Garcia. Picsa. Rivanc. Köcsög. Fasz. Amúgy elvileg a szellemkönyvet és az azért mellé kell rakni, le akarod rakni a csont mellé. De még a csontot sem találtuk. Sandra Garcia, adj jelet. Várja, ott az egyik kupac show, hol a másik kettő? Valahol erre szórtuk el pedig. Jaj. Itt is van sor, de itt nem lépett bele. Hajjaj. Na jó, megkocka. Ó, bazzom meg. Itt mi van amúgy? Sandra Garcia, live or die. Egy perc és jövök, addig csak nem fog megbaszni. Majd itt állok melletted feszülötte. Ja, ez itt az udvar lenne, itt kint. Aha. Sandra Garcia! Itt vagy? Mutasd magad! Sandra Garcia! Live or die! Sandra Garcia! Hát akkor nem. Ebből a szobából miért nincs lámpa, azt nem értem. Sandra Garcia. Sandra Garcia. Nem fog válaszolni. Sandra Garcia? Itt vagy? Sandra Garcia, itt vagy? Sandra Garcia, itt vagy? Minden nem lépett bele a showba? A kurva anyját. Sandra Garcia, itt vagy?
Sandra Garcia. Nyomd a sunád a showba, bazd meg! Geci. Halló? Sandra Garcia, itt vagy? Sandra Garcia, adj jelet! Sandra Garcia, adj jelet! Sandra Garcia, adjál jelet! Sandy, adjál már jelet, bazd meg! Sandy, adjál jelet! Nincs válasz. Hát a kurva adják. A problémám az, hogy egy emeletet lejjebb megyek, és pont ide lehet, hogy alattunk van, és azért csak négyes. Jaj! A faszomat! Hello? Ja, hogy nekem kajám is van, paszki. Halló? Lámpa? Nincs lámpa? Fog halló! Aha! Jobban nem. Aha! Sandra Garcia, mutasd magad! Sandra Garcia, adj jelet! Sandra Garcia! Nincs válasz. Mutasd magad! Te szutyog! Ablok. Itt az kajáda. Itt rajtom. Innen jöttem, ugye? Ja. Aha. De megint csak négyesig. Sandra Garcia, utasd magad! Sandra Garcia, adj jelet! Sandra Garcia! Sandra Garcia, vigyél el! Mi van, Kostán? Beragadt a seggedbe a vibrátort, bazd meg. Nincs válasz. Aha. Sunyi, védd meg a picsám! Talón van. Akkor végignézem egyenes adásba, hogy megölöm. Addig legalább kajálok. Jó, jó, és vágyat. Halló? Ez nagyon nem akarja megmutatni magát. Megint csak négyes. Kezdem azt hinni, hogy ez a bevándorló ribbanc epilepsziás bazdok, azt ekkor rajta fetreng a generátorom. Lehet. Köszönöm. Sandra Garcia, mutasd magad, adj jelet nekünk. Sandra Garcia. Sandra Garcia, adj jelet. Sandra Garcia, mutasd magad. Vagy adj egy e-mail címet telefonszámmal, meg méretekkel.
Tendre Garcia, fizetős vagy? Tendre Garcia, mennyit kell fizetni? Beírnál bazdok az a könyvbe, jó, rosszlányok.hu. Azaz. Várj, most hol vagyok? Betévedtem! Amolyan megint négyes. Megint rohamozik. Szerintem ő is eltévedt ebbe a nagy börtönbe, azt nem talál minket. Aha! Elkapott! Ne vadd már meg, hol? Lent ott az A-blokk körül. Iha. Jó, jó volt veled hozta. Álljunk, megpróbálok visszajönni oda fel hozzád, és akkor onnan vezetlek, nem, hogy merre megy. Nem jó, nem jó. Még mindig megy az elmefed amúgy. Igen. De csak négyesig. Meg a lámpám is piszlákol. Világítja a hullámat. Aha. Ja, itt jössz. Látlak. Mögötted van a hullám, itt az ajtóba. Iiii. Popófotó. Klip. Selfie, ez az. Persze, hát ez nem az, hogy megmentsél, nem, selfie-zni kell egyből. Jó, jó. Jó, jó. Itt, itt vagyok előtted. Látom. Mármit a szellemem. Jajja már. Meg fog batni. Megyek a segged után. Ott van! Előtted! Előtted! Mászik! 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 Ott előtted mászik! Mi van? Elkapott? Nem. Tudom, a Skype pizsamája van rajta, bazdok ott a fotó. Kurva anyját. Akkor Kostán a világ szeme. Szerintem Kosta vele beszélt telefonon. Szandrával. Amúgy lehet. Szerintem jó volt, amíg nem mutatta meg magát, nem? Mhm. Csúszómászok. Jó, hát akkor... Na visszaértem, na Mizu, meghaltatok? Meg! Ó, oh, bazd meg. Le van fotózva, bazd meg. Akkor ki kéne húzzak innen a picsába, mi? Aha! De lefotóztad is, meg csillagot nem is kaptál érte. De hármat. Hát... Nálam sötétek a csillagok. Nálam hármas. A holttestednek a fotója is, meg a szellem is. Szellem is, de ott mellett, ahol látszik is, amikor ott mászik, arra meg nem kaptál. Ugye három kép van. Igen. Nálam az első a holttested, a másik... Merre tudok kimenni? Hiáratom. Le a lépcsőn. De bazd meg, itt van egy fényképezőnk. Hol? Elmert. Lejössz a lépcsőn. Várjál, hogy volt? Hát, bazd meg. Azaz, ott egy jobbos. Most, szúrod neki, nem? A másik jobb, úgy. Azaz. És előre, egyenesen. Hát jó, de tele vagyok ám cuccal.
Azt mondjuk már megszoktuk. De a fényképezőt nem kell vinni, mert ugye a kép megvan. Hát oké, csak ha elhagyjuk, az drága mutatvány. Yeah. Mert a lámpa is kurva drága, a 30 dodó. Azaz. Na, kiviszem ezeket. Ó, bazd meg, becsukta a cellaajtót. De hallod, itt erre ki tudsz menni? Ahol az én hullám van. Na most ne szopassatok. Hol vagy? Gyere, egyenesen. Oké. Itt a folyosón szerintem itt ki tudsz menni. Egyenesen. Hova mentél? Nem arra kosta, vissza. Majd ott szúrsz neki egy éles balost, kézifékest. Itt erre egyenesen. Aha. Meg fog baszni. Nem látjuk, igen, nem látjuk. Bezárt az ajtót. Akkor keresztet nyomosod. Nyomosod a keresztet. Nincs nálam, hát eldobtam, mondtam, tele vagyok. Jön! Most jön! Előtted! Jó, hát baszhatom. Hát ezért sikeres vadászat volt. Egész sokáig tudtuk bírni, amúgy. Hát mert... Igen sokára bújt elő. Na van meg. Na várjatok, én kilépek, visszalépek. Mert nekem csak ilyen faszopó izéket ad most be. Küldetéseket. Jó. Kéne a kód. ...537-879. Most ki a csücsuk? Nem te. De. Iskola, Roadhouse, Farmhouse. Farmhouse, az jó. Elmegy úgy intézet. Igen. Na várjál, van 53 dodóm. Kinél milyen szúsz? Elmefben ne hozzunk kettőt, fölösleges. Szerintem. És hogy kell kivenni? Oda mész a hozzáadásod. Ja, és ott, aha. És akkor ott minuszolod. Oké. Megvan. Viszont a jó hír, hogy a fényképező meg a videókamera alapfelszerelés, tehát az elhagyható. Na. Akkor hozok, megint. Kostám, talán milyen cucc maradt? Semmi? De, egy zseblámpa. Az nem kö.
Én megint viszem az MF mérőt, majd zseblámpát, meg könyvet. Szerintem jók vagyunk. Oké. Na, mehet? Mehet. Azaz, betöltött. Így, de közel vagy. Tunyi. Nem, Kosta. Az igen. Ha fényben maradsz, akkor józanság nem csökken. Akkor azért szeretik ezzel kapcsolgatni a kurva villany. Ja. Ahelyett, hogy adnának egy jóféle viszkit. Ó, ne is mondd. Vegyd meg, miféle kísértet, fotózd rá a szellemet. Feszület, bazd meg. Van feszületünk? Nincs. Jó van, akkor. Charles Thomas. Ó, bazd meg. És ez is válaszol mindenkinek. Biztos nincs élete. Mi? Mi? Hol a könyv? Nálam. És az MF? Az nálam van. Meg az UV. Meg a fényképező. Még jó, hogy mondtam, azokat akarom védni, de nem baj. Ja! Várjál. EMF, tessék. Köszönöm. Fényképezőt is? Azt viheted. Jó, akkor nálam van egy UV, egy fényképező, meg lesz mondjuk egy Spirit Box. Mi a neve ennek a buzinak? Charles Thomas. Na ez most a fényképező van, vagy a kamera? Az a kamera, ami ott lent van. Hozzam? Fényképező van. Nem kell szerintem. Jó van. Ó, sót hozzak? Nem feladat, úgyhogy elvileg nem kell. Jó van. Elvileg. Akkor kapcsoljunk villanyt. Ezt nem fog olyan gyorsan csökkenni a... Ja, nem a hülye, a fényképező nálam van. Jó, ja, azt mondtad. Jaj, ez... Segítek. Kösz! You are fucking welcome. Ez megint zongorázni fog, figyeljétek meg. Ha rácsapja az acsit a billentyűre, akkor... Puti van. Autotuner magazin, azt a kurva! Na elmész a faszomba, geci! Mi van? Hallod, itt rappolt, megszólalt a telefon, és hol? Az első percben vagyunk. Igen, itt. És az EMF az meg se nyikkant. És lebaszta az áramot, fogadjunk. Persze! Viselkedjék, kurva kölyök! A faszomat. Hol van a generátor? Bent? Igen. Bön nincs. Bön nincs. Melyik volt az a telefon? Várjál. Nincs rajta seglenyomat, vagy valami? Se lábnyom. Várjál, csak ebben a házban nem fönt volt a... Nem, mindig máshova tesz.
Jaj. Ugye megnézem a kocsiba, várjam. Ha van térkép, Getz. Uha. Hát hogyha innen nézzük, a bejárat felül, akkor a jobb szélső sarokban lévő helyiségben van. Ötös volt egy pillanatra. Ötös? Biztos? Igen, biztosan volt egy ötös egy pillanatra. Jó, az első bizonyítékunk az elmef ötös szint. Na, a paranormális eseményt azt már át is éltem, geci. Na, nem. Jó helyes. Nem csak te. Most az... Márján, hogy hívják ezt? Thomas? Charles. Charles Thomas. Itt vagyok a fészerben, de itt nincs generátor. Nem, földszinten van. Hát ott vagyok, fészerben. Elvileg a jobb, oh, jobb Bertz Gaming, köszi a követést. Mindenki Twitch-el. Yep. Mindenki is. Fölnyomtam a generátort, egy 5000-es lesz. Na. Lehetek a barátod? Igen. Akkor neked 10000. Majd behajthatod. Szia Bertz. Na. A hajdú mosógép, geci. Igen. Ezen a légypapíron is, geci, annyi fehérje föl van ragasztva, az a Schroeder Norbi szerintem egy évig elélne belőle. Azt a kurva élet. Ó, nem jó. Találtam itt egy csont, itt a csont. Hol? Hol az az itt? De én veszem föl. Jó, fölveheted, föl is dughatod, nem érdekel, bazd meg. Jó, fele is ülök, ne aggódja. Ez nem az. Hol van, muta? Jó, generátort újra kéne indítani. A geci és fölvette. A ról se bigyon rá hideg vizet. Abba a pillanatban, hopp! Hello! Kosta, hol találtad meg a generátort? Hú, geci, itt a vudubaba bassza meg, a faszomat. Jó kéne kapcsolni, ahogy a... Hallottam trappolni. Én nem csak trappolni, nekem belesugott a fülembe, azt mondta, hogy szeretlek, 20 plusz kupak bekapnám. Az még mindig jobb, mint a tegnapi, aki folyamatosan a fülembe fingott, bazd meg. Hú, pedig azt kéne neked. Azt a kurva életbe. Te haverod. De tényleg, Kosta, hol találtad meg a generátort? A faszom tudja már! Akkor sötét jó. Volt. Akkor... Valami kisebb szobába, picsába eldugva. Jó. A földszinten valahol, amúgy, bejárat fele. Na, ez a bal oldal, pont a másik oldal kéne. Jobb oldalon a legesleg szélső sarokba. Egy ilyen kis kicsányhelység. Na, megcélogatott? Haló? Ok, haló! Hütte. Hüttekraft. Ah, itt lesz bent szerintem. Ja. Na, verjétek fölfel a villanyokat. Hajrá! Ó! Oh. Kire? Sokkal jobb. Sokkal jobb.
Tamás Charles, most oda fogom dörgölni az acsimat a kilincsedre. Hát keci. Oho! Na, mit találta? 15-ös kuncsra telefonálgetsz. Na. A szép Bert. Azért bátor vagy, hogy egyedül játszottál. Ezzel a játékkal? Aha, és profi szinten, nehézségen. Az bolond. Na, az. Amúgy az. Akkor ő már Ghostbusters Pro Max. Azaz, azaz. Hogy rohodná-e? Jaj! Itt kurva geci! Megvan, itt van. Itt a voodoo-ba van állam, te csöves! Meg fog baszni valakit. Én kimentem. Lár... Baszd meg az árnyékát, le... azt most megadta? Amúgy. Nem tudom, de voodoo-ba jó, ha nálad van. Jó, a szellemről 2-3-as csillagunk is van, szóval megvagy, te kurva. Nem, most fog megbaszni? Ott áll, csak az árnyék alá cigeszi. Mi egyált a neve? 10-es aktivitás, Charles Thomas. Charles Thomas, live or die. Na. Írj valamit a könyvet, a csutás. Kosta, 37%-on van, Sunyi 46. Mondjuk nem meglepő. Oké, nulla aktivitás van. Visszajöttem. Látom, fény még mindig nincs. Nincs. Maximum a szívünkbe. Mi? Ó. Oh. Elég az, nem? Uborka, együnk uborkás sörre. Az mit vagy? Jaj, de szép vagy, nyanya. Ezek a családi fotók. Uha. Jó, mellé mentem. Na, lámpa. És nem világoság. Nagyon jó. Sokkal jobb. Aha, ötös. Oho. Hol? Itt van ötös. Ahol vagyunk. Hagyd nekünk jelet! Te köcsök! Anyád! Válaszolj! Azt mondta, hogy övé! Jó, megvan a következő bizonyítékunk. Spirit Box. Mi volt az első? Ötös MMF. Jean vagy Oni. Hagyd nekünk jelet! Next! Hallottad, geci? Következő. Hallottam, igen. Tovább. Beszélj hozzá. Adj nekünk jelet. Várj, azt mondja. Mutasd magad. Libordáj. Azt nem ismeri. Tomás Charles, adj nekünk jelet. Igen, ahogy mondod, Bert. Nagyon adj nekünk jelet. Nincs válasz. Ja, már most itt megy a villany, és azt lekapcsolni ilyenkor. De eddig is úgy válaszolt, hogy fel volt kapcsolva, nem? Nem. Így sötét van. Akkor lekapcsoltam. Adj nekünk jelet! Adj nekünk jelet! Aha.
Ez megint hallom, elkapott. Jó, akkor kihátrálunk. Teszek lesz utcát, azt megyek vissza. Azt hagyják, egyszer nem tudom, hogy merre van aki. Na jó, megvan. Jó felé mész. A kurva anyját, és most válaszolt, geci. Ja, le kéne fotó, le kellett fotózzam még a hulláját a izének. Azt írja Bert, hogy a Jinnek új lányomata van, szóval kell az UV. Ha nem találunk... UV van sem. Ha UV van, hát nem látunk semmit, akkor a másik. Uni vagy Jin lehet. Fog baszni. Igen, jön a nagyszobából, menj ki, ne a lépcsőn. Nem tudok kimenni. Ilyenkor nem tudsz kimenni. Akkor menekülj, meg jön utánad. Megy fel a lépcsőn. Jó, nyugi. Megbasz, így is megbasz. Távozz, te kurva! Gyere, itt van az ajtó, gyere! Már megbaszott. Csak egy lámpa volt nálam. Ó, geci. Akkor most utoljára az emeleten volt. Jó, a lámpa miatt nem fogok már bemenni, az biztos. Az elmefet hoz ki meg az ilyeneket. Mondjuk a fényképezőt elvileg bukhatjuk, az előbb is buktuk és nem. Engem is meg fog baszni, nyugodt szívvel mondom, mert 0%-on vagyok. Na várjál, Oni! Akkor ne gyere be. Onik aktívabbak, ha emberek körül vannak, nagy sebességre mozgatnak tárgyakat, gyengeség. Mivel aktívabbak, a többi kísértetnél könnyebb őket megtalálni. Akkor az lesz, Oni. Menj ki, Oni, kész. De szellemírásunk nem volt. Nem volt. Nem, Jill lesz. Jill lesz. Biztos? Megfosztató a képességétől, ha lekapcsolod a helyszín áramforrását. Aha. Bizonyítékok, Spirit Box, szellemgömb, elmefőt. Spirit Boxunk volt, elmefőtünk volt. Akkor jelöljük meg a Jean-t, ja. A Jean gyorsabban közlekedik, ha a célpontja messzebb van. Na, Jean, azt indíthatod a kocsit. A harmadik mi volt? Semmi. Nem volt harmadik. Elme, fötös szint, Spirit Box, ez és Jean. Jó. Na, és Oni volt. Nem mondtam. De nem írt a könyvben. Ja. Hát, az egy dolog. Hát a kurva anyját, attól függetlenül. Igen. Na, én is jövök fölfele, mint a talajvíz, bazd meg. Zseblámpa. Hú, mennyi pénzem van, azt a kurva életbe. Akkor kölcsi? Biztos, hogy nem. Elnéztem, bocs. Aha. Veszek egy feszületet. Mert az most kellett volna. Megveszek izét is. Füstölőt. Jó. Más nem veszek. Porolni kell. Drága a benya.
Hozta? Igen. Küldi. Suli, vagy elmegy úgy intézet? Ó, nem adtam el föl. Nem áll. De. Mind a kettő szar. Meg nagy, az a baj. Igen. Akkor megint meg kéne csinálni azt, hogy akkor most Costa lép ki, hát ha valaki más megkapja a dolgokat. Az igen. Berc írja, hogy kérdezte, hogy merre van. Erre válaszolt neki a szellem, hogy mögötte. A kurva anyját, na akkor kapcsolnám ki a gépet is szerintem. Hát mondjátok a kódot. A kód 537-879. Hát ő is eldobta a fülest meg mindent. Mi azért majd, hallod, azért majd kodozhatnánk is majd kicsit, ha már lefrissítettem. Jó van. Flandor patkány kodás? Aha, ja. Jó. Street House az jó? Jó. Papic, az kicsi ma. Ja, azért. Nekem is volt a Gimi, az elmegyógyintézet, a Farmhouse, meg a Street House. Hát a Street House-ba is megbaszottunk már egy párszor, szóval mehetünk. Majd azt kell megnézni, hogyha van csont, hogy akkor lerakjuk majd mellé a könyvet, még mielőtt felszedjük. Hát ha akkor beleír. Mert elvileg oda kell lerakni a könyvet. Elvileg. Meg osztánál volt valami tap egy érdekes mutatvány, amikor fölemelte a... Mi volt az? Plüsmaci? Vagy a nyúl? Fölemelte és így előtte így megcsavarta a fejét. Nem áll. Komolyan. Van én is. Van, amikor a csontot is fölemeli, azt így lebegteti meg. Mozgatja. Az igen. Akkor pecsetek elég szépen. Jaj. Csak egy embernek válaszol. Mármint aki egyedül van. Kell füstölő. Azt én hozom, abban profi vagyok. Oké. Hozok mellé öngyújtót. És meg kell feszület is. Az Costa. Az Costa lesz. Oké. Donald Davisnek hívják. Donald. Jó, hogy nem Ronald McDonald, bazd meg. Gecs, és ott ülne benne a lakásba az a pohót, hallod? Ne. Az mekkora lenne, azt a kurva. Na és a generátor az földszinten lesz, bal oldalon, nagy szobában. Jó. Donald. MC Dave. Donald. Buzi, aki elveszi, tudod. Így van. Na. Írd meg, Berci, hogyan szabadulhatok meg a szellemtől? Kicsapod a kukit, mi? Ki lesz a játékból? Elrakom a kocsi kulcsot már most. Égessük rá a házat. Jogos. Azt mondjuk, nem egy rossz ötlet. Csak kár, hogy nem Granit Simulator tolunk, mert abban konkrétan föl lehet gyújtani a lakást. Hoppa, streamer setup. A kurva anyádat, geci.
Jó, vérnyulat már találtam. Kosztán egy szerelmét. Így csücsül az ágy szélén, Kosztán szerintem csak rád vár, bazd meg. Basza. Szétrakott lábakkal, pláne. Ó! Oh. Ott rohadjon meg. Ó, páncélszekrényó. Nem lehet kinyitni. Bazd meg, be kéne vinni a kocsiba pedig, hátha. Én Kosszi, az itt van mögöttem. Itt a csont! Megvan a csont, geci! Valakinek be kéne, várjál, behozom a szellemkönyvet. Ne vegyétek föl, rakjuk már a mellé a szellemkönyvet, próbáljuk meg, hogy működik-e. Na, kíváncsi vagyok mögött a képen. Rajzolna bele egy hatalmas lompos fütykös, bazd meg. Fölvehetem a csontot? Ne vedd föl, mondom, lerakom mellé a könyvet, még ne vegyük föl. Ki akarom próbálni, hogy működik-e tényleg. Hőmérséklet nagyon nem akar lemenni. 16 és 20 között mozog. Donald Trump, mutasd magad. Jó, akkor Kosztát egyedül kéne hagyni, nem? Csontos szobába, lekapcsolva. Nem vagyok én fostos. Donald Trump, do you speak Cigánszki? Nem mondod, hogy felemhez vágtad a feszületet, és kikerült-e? Az igen. Az kemény. Akkor hagylak titeket itt a szellemmel szocializálódni, Kosta, jó? Jó van, menjél csak. Donald, írja könyvbe! Fogadjunk meg, itt lesz lent, itt fog csöveskedni lent a pincébe, bazd meg. Ez jó! Mi az? Nincs áram. Visszakapcsolom. Aha, kettes MF. Garázsba. Akkor garázsba lesz. De már abba is hagyta. Huszonegy fok van, garázsban. Donald Davis, adj nekünk jelet. Vagy valamit. Vagy egy százas buszjegyre. Ez te vagy? Persze. Még jó az a feladat, hogy MF 5-öst mérjünk, amikor eddig maximum 2-es volt. Egyenlős a lelkem. Haló? Kosta? Itt vagyok, nem történik itt benne semmi. Se a könyvben nem írt, meg se jelent. Akkor próbáld meg a garázsban, mert ott volt 2-es. Jó, de hát akkor valaki, aki behozta, vegye föl, mert nálam itt a feszület, a lámpa, meg a fényképező. Jó. Pontot elraktad? Aha. Te tolvaj.
Sőt, még a nyulat is lefotóztam az ágyon, bazd. Azt a kurva. Lesz pedig recskázni este. Mi? Így mi? Van. Ugyan? Puty! Akkor hagyjuk ott Kostát. Sőt, akkor Kostának ide rakom a... ...remefet. Donald, írj a könyvet, a bánat! Donald, live or die! Elpukkantottam a füstölőt. Na. Aktivitás nulla. Ó! Teljesítettük, hogy MF mérővel aktivitást találjunk. Na elég, most megadta? Csoda. Elég volt neki a kettes. Az csoda. Hát én nagyon új lenyomatot nem látok sehol. Az a helyzet. Tisztítsd meg a szellemhez közeli területet füstölővel. Hát elvileg elpukkantottam a füstölőt, de akkor nem adta meg, mert egy köcsög. Hát nem. Vagy rossz területen csináltad? Hát ott volt, csináltam meg, ahol jelzett az a szar. A legközelebb akkor hozunk két füstölt. És nem volt ötös szintes a szinten az elmefünk, ugye? Nem, kettes volt a legnagyobb. Kurva anyját. Hármas, lent a pincébe. Itt van! Itt van lent! Megyek, futok. Nekem is hallottam. Rám lehelt. Ó, belepukizott a füledbe, jó van. Bele? Akkor le kéne vinni azt a szart. Várjál. Hova faszomban raktuk a könyvet, bazd meg? Ott volt a garázsba, az autó mellett. De tényleg, akkor leviszem a pinyóba. Aha. 8,5, 4,2 hőmérséklet, 3,9. Donald Davis. Adj nekünk jelet! Eldobott a kalapácsot. Hol? Itt van, bazdmeg, itt. Ezt akartam nekem vágni, mert pont ott voltam, amikor hozzám suttogott. Hagyd nekünk jelet! Itt van! A kurva anyádat, Geszi! Belefingott a fülembe, bazdmeg. Nekem is. Kicsuktatok ajtót? Igen. Négyes. A lépcső felől. Utasd magad, Donald! Most már... Felkapcsoltam a lámpát, így most elment. Írja könyvbe valami mocskosat, te ribanc! Hello?
Urológia? Miben segíthetek? A kurva anyádat. Bujocska ez is? Mi? Nem tudom. Ez az ajtó előbb nyitva volt. Beledobogott a fülembe a szívével, vagy mi a fasz. Adj nekünk jelet, te mocskos hulladék. Ki van az MF-fel és hol? Itt vagyok lent a pincébe, a kosztával. Jó, kosztát hagyjuk itt. Még menjünk ki. Menjünk ki a kamionból elszívni egy cigit. Aha, 3-as. 4-es. A bal van rött. Adj nekünk jelen! Pazzak, elrakom akkor a szellemkönyvet ide a... Lépcsőhöz. Jó van. Lépcsőre. Gyere, te gyászkoporsó, vigyél el! Aha. Hoppá, megvan a fénykép róla, geci? Na, ott van. Aha, hallom. Itt van előttem, get! Le, menjél föl! Látom! Itt a lépcső, ott akarod jelni! És mi, fejszel vagy mi volt a kezébe? Fejszel volt nála, azt a büdös kurva anyádat. Na jó ronda volt te. Baltás, fú, ez is a... Baszom, rakjam bele! Becsukta az ajtót, nem megyünk ki! Elkapott! Kurva anyád! Elkapott! Hello! Hello, szia! Volt-e elmefőd? Fú, nem tudom már! Hát az baj. Most kéne Spirit Box akkor. EMF, hát az a baj, hogy ezt nem írja, na mindegy. Kell, akadályozz meg egy vadászatot feszülettel. 4-es biztos volt. Pakolj le, ki kéne hozni a cuccokat, amik benn vannak, mert ott egy EMF például. De az a baj, hőmérő is van. Szelme állapotunk a békapicsája alatt van. Mikor nincs? No, bazd meg. Hoppá, szellem, 3 csillag, csont 3 csillag. És a nyúra meg nem adott egyet sem, az majd. Na mindegy. Fagyos hőmérsékletünk volt? Nem. Legkisebb 4, valamennyi volt. Phantom Jean árny. Megint becsukta az ajtót. Miért, te bementél? Adj nekünk jelet! Hát én hallom, hogy kopogtat. Aha. Meg fog baszni. Igen, feljött a pincéből. Megy a bejárati ajtó felé. Megy a... Nem, bejárati ajtó, bejárati ajtó. Ott van előtted. A kurva anyá... Ne, bassz... Ó, hogy rohagy meg. Megbaszott, mi? Meg. Ó, geci. Ú, hogy rohadjon meg. És Kosta megérkezett a feszülette. Azzal is fogok visszamenni. Helyes.
Hol baszott meg téged? Lent a pincébe. Távozz innen, rusnya démon, a büdös kurva anyádat! Szólok, ha látom. Szembe veled! Szembe Távozz! Távozz, démon! Szembe veled! Ábazd meg, de mi a fasz értelme van ennek a faszopó feszületnek? Ennek a feszületnek, bazd meg, semmi értelme nincs. Hát nincs. Ott van a kezedben, bazd meg, azt ugyanúgy megtámad. Hozzá kell baszni. De tegnap hozzábasztam, és úgy se volt jó. Hát... Na jó, egy cigi szünetet én tartok. Jajó, én is hozok valami süti félet.
Nekem is van 50 dodó. Heh, amatőrök. Na, azt mondja, hogy... Akkor veszem az alapot, amit szoktam, nem. Zseblámpát beraktam. Annyi volt nálam. Én betettem öngyújtót. Egy zseblámpát, egy hőmérőt, meg egy feszületet. Na. Én szerintem meg vagyunk. Én is készen állok. Hát a kosztára várunk sokás szerint. Sky 2.0. Na, indítod már. Mit? Mária Johnsonnak hívják. Elmer, sókupac. Mozgásérzékelő, jó, az nincs. Hozok sót. Hozok egy lámpát, meg hozom a fényképezőt. Ja. Yeah. Ez is választom mindenkinek, biztos már rég lett megvakarva a luka. Akkor hajra, vakard meg neki. Na. Kéma bekapcsol. Fú, felejtsd meg, miféle kísértettel van dolgod. Gusztustalannal, ezt már most tudom, bazd meg. Miből gondolod? Mit vigyek, bátya? Amit találsz ott. Feszületkő, bazzeng. EMF, szellem, sókupac. Sót vitte és unyi? Igen, a passzomat azért azt hittem már most levert a biztosítékot. Nem, ketten egyszerre nyomtuk. Azt mondom, viszek egy UV-t még. Az mondjuk nem hülyeség. Vagy hozhat szellemkönyvet, hát ha megadja a méreteit. 20 plusz kupak. Itt egy nyuszi az ágyon. Ó, az kosztára vár, fogadjunk, az itt szétrakott lábakkal várja. Na mivel? Igen. Meg itt van még egy baba a ládán, vagy mi ez? Bőrönt. Hát az kérlek szépen olyan tiszta, mint a... Ó, itt a másik maci, amelyiknek meg szokta forgatni a fejét. Ó, itt a generátor. Admirális, generális. Itt egy maci is. Macikkal nem vagyunk jóba. Hopp, 30-es villás kulcs valakinek. Lenyomta a generátort már most. Milyen neve ennek a csövesnek? Mária, nem tudom ki. Mária Terézia, mutasd a picsád! Visszakapcsoltam. Király. Itt is lehet sem fényt csinálni, csak hol? Lent? Jaj, csak kosztám, nézd csak. Vagy... Itt a macit, geci. Itt van, bam. Ennek szoktam megforgatni a fejét.
Ja, kurva anyja ez. Itt a csont. Hun. A másik szobába. Jelzek. Hol vagytok? Jövünk. Itt te. Geci, és itt van tényleg. Kinél van fényképező? Nálam. Mindig aki kérdezi. Itt is van egy nyúl, meg egy maci is. Anyád, mi ez? 60-as években egy Spice Girls, vagy mi? Jó Isten! Ne egy benes Tour de France győztesek, bazd meg. Hopp! Megjött a pizza! Megjött a pizza! Megint nincs erre, mi? Ja. Cseh hőmérséklet, cseh MF. Mondjuk, ha túl sok lámpa van felkapcsolva, akkor is lecseszi a biztosítékot. Mária Johnson. Húsz szét a picsád. Halló? Adj nekünk jelet! Te kriptaszökevény! Így, geci! Nagyobb szakálla van, mint nekem, bazd meg! Azt a kurva! Na, Kovászos Ubit, valaki? Egy cserép aloéval köretnek. Az már fejszegeci. Nézd meg. Azt nézd meg, bazd meg. Akkora, mint az asztal. Igen, geszi. Szalonnát ezzel szoktuk vágni itthon, bazd meg. Na. De ha nincs kés, akkor vasfűrésze. Na, ezt a két gázpalackot, ezt visszük is a kocsiba, bazzak, majd leadjuk valahol, a kosba. Azt a kurva! Ó, itt a táblát hozta! Igen? Igen! Megyek! Tudod, a Tesco-s elemes. Aha, megyek! Na figyú, ide kidobálok mindent. Ide az ajtó elé. Kijössz az ajtón kicsit balra, ott látni fogjátok. Na hun van? Itt van hátul a pinyóba, space-ba. Megyek. Ó, meg van itt egy 15-ös alufelni geci, jó kis téli gumival. Gyere csak, bazd meg. Merje, bazd meg. Azt a kurva. Nem látom merre vagytok, vagy mi a faszom. Én fent vagyok az emeletem. Hoppá! Erre gyere! Merre? Vissza aztán egy éles balos kézifékkel, azaz! Itt van-e? Hoho! Karácsony, geci! Ha, gyere velem! Televerem! Ez megint csúnya lesz! Na, hún volt ez a buzi? Mindegy. Hol fokszos kés lett valakinek? Hát ne dobd el, te állat, hát bazd meg. Hülye ez az izé. Na, hol lehet ez a böszme? Legyen itt a szobába, ide tegyem le. Bacsa az ágyra, kész. Megvillant.
Megvillantod a leopárd mintás tangádat, geci, első osztály lesz. Ennek a szobában szemben volt a csont. Nem baj, jó ez itt. Jó, jó. Na, de nem jó, földre küraktam, bazzik. Úgy? Mi a faszom a neve? Maria Johnson. Maria Johnson! Itt ez a tábla! Mutass nekem valamit! Maria Johnson. Maria Johnson, live or die. Ki kapcsolgatja ki ezt a köcsök táblát? Lehet, hogy ő amúgy. Nem? Maria Johnson, adj jelet. Maria Johnson, Maria Johnson. Hát bazd meg. Szar ez a tábla, geci. Made in China. Aha. 3-as meg 4-es MMF. Maria Johnson. Maria Johnson. Adja, folyamatosan, geci. Adj jelet, Maria Johnson. Itt a tábla. Mellméreted, mutasd meg. Elkapott fent az emeletem. Hát bástya, baj van. De 4-esnél nagyobb MMF nem volt. Hőmérséklet nem volt kicsi. Fent, ha fejlesz a lépcsőn, akkor balra a gyerekszoba. Erre ó, bazd meg. Itt bent. Nem jó! Engem is meg fog baszni! Belefingott a fülembe! Engem baszott meg. Lépcsőn. Nem mondod. De. Tényleg. Az szép. Na. Igeci. Még jó, hogy csak egy lámpa volt nálam, bazd meg. Hú, a kurva életbe! Látod, kell neked szórakozni a Vici táblával, bazd meg. Hú, de jó volt. Meg is baszott. Hát nem baj ez. Ja, várj, le kéne fotóznom a hullátokat. Kibaszok vele. Gyere csak ide, te kurva! Egy hulla a lépcsőn. Nem jó? Fog baszni! Jön a nyénye, ott van előtted. Elígy innen! Ott szembe is be van csukva az ajtó. Elfüstölt a kurva anyádat. És most itt áll. Egy helyben. Ajtó van? Eltűnt. Kurva anyádat. A füstölő bejött. Na.
Szerva itt, csere ott. Húzz el a faszomba. Mi kéne menekíteni a cuccokat amúgy? Akkor menj fel az emeletre. Kosztánál csak egy lámpa volt. Hoppá! Az aztán a pornós kép, get, na hallod, ez megy fel a Pornhubra Kosta. Azt a kurva geci, ezt a segget, ezt muszáj megmutatni a nagyvilágnak, figyeld! Azt a bütös kurva istenit. Na, hogy rád izguljak én is. Ez igen, e? Ugye? Apa. Mint aki kirakta az eladó táblát, bassz meg. Halló? Nem a cuccaimat akartad felvenni? Úgy el, jelen ott a hulla, jó. Nem jó irány? Az ott a fürdő? Tudom. Szerintem a sok poc is meg kéne, hogy legyen amúgy, nem? Aha, első izé bizonyítékunk, tenyérlenyomat. Na. A kurva anyádat kibasztam veled, geci? Hát ki? Még mindig 10-es aktivitás van. Látom. Várjál csak. Hát itt lehet spirit. Amilyen mázlink lesz, a spirit lesz amúgy. 4-es aktivitás. 8%-on vagy amúgy. 6. Sőt, biztos, hogy spirit lesz, mert ha kifüstöd a szabályát, hosszú ideig nem fog támadni. És az előbb bejött a füstölő. Na. Úgyhogy én szerintem spirit lesz, de... Úgy lenyomott. Spirit. Spirit box, új lenyomat és szellemírás kéne. Nálad milyen cuccok voltak? Fő meg kosztától buktunk egy lámpát. Nálam lámpa volt, EMF meg hőmérő. A könyv az itt van. Ó, oh, baszki. Hát engem tuti meg fog baszni 7%-on nyolc. Baszom, bemegyek cuccok nélkül. Á, füstölő lesz nálam csak. Kifüstöllek, te ribanc! De legalább akkor a könyvet bevihetted volna és lerakadtad volna. Szerintem. Szerintem csirke. Ó. Szerintem meg sajt. Nick a Jackson. Azaz. Aha. De ide figyeljél, geci, majd ha fizeted a rezsimet, akkor azt csinálsz, amit akarsz, a kurva anyát. Jó? Kösz! Melléretek... Jó? Igen, jön. Jön feléd, ott van mögötted.
Elment a konyhába. Visszajött az előszobába, ott van előtted. Megbaszta. Hát szerintem spirit lesz. Hát de ilyenkor mindegy. Éje. Ez van még nem megy nekünk, bazd meg. Na, figyelj, srácok, meg... lányok, én köszönöm szépen a lehetőséget. Egy élmény volt. De most kell mennem megölni valamit. Na, az is valami. Mi köszönjük, majd folytatjuk valamikor. Jó, rendben, én benne vagyok. Jó van. Na, sziasztok. Sziasztok.